A D-vitamin pótlásához önmagában már az is elég lenne, ha májustól szeptemberig pólóban és rövid nadrágban járnánk sétálni vagy bevásárolni, állítják a kutatók. A szakértők szerint nyáron mindössze negyed óra eltöltése a napon elég lenne a D-vitamin háztartásunk fenntartásához. De nem töltünk. Gyakorlatilag mindenki, vagy az emberek többsége mondjuk egy zárt területen, irodában, meg az otthoni környezetben is nagyon sokat töltünk, vagy keveset töltünk szabadban, inkább így fogalmaznék. És ebből fakadóan még akár nyáron is előfordulhat, különösen mondjuk egy ilyen csontirkulásra hajlamos idősebb betegnél, hogy van egy relatív D-vitamin hiánya. Éppen ezért nyáron is javasolt a D-vitamin pótlása, hiszen ezzel nem csak a csontritkulás előzhető meg. Daganatos megbetegedésnek a megelőzésében, az immunrendszer helyes működésében, szív- és érrendszeri rizikónak a csökkentésében azt mondják a kutatások, hogyha megfelelően lenne a D-vitamin bevitel, akkor gyakorlatilag a csont szomjaktörések és a daganatoknak a 25%-át meg tudnánk akadályozni, és a szív- és érrendszer eredetű halálozásoknak is a 10%-áért felelős lehet az, hogy nem megfelel a D-vitamin bevitel. A táplálkozással is segíthetjük a D-vitamin bevitelt. A halmájolajok, a máj, a tojás, a tej és a tejtermékek, a margarinok jó források lehetnek. Azonban pusztán az élelmiszerekből szinte lehetetlen felvenni a megfelelő D-vitamin mennyiséget, így ha valaki nem tölt elég időt a napon, akkor annak mindenképpen javasolt nyáron is valamilyen gyógykészítmény használata.